348 cm-en tetőzött a Duna Szentendrénél idén május 21-én, de ez a 8 évvel ezelőtti vízálláshoz képest elenyésző. Jelentősebb mennyiségű uszadékot, hordalékot, fát hozott a jelenlegi árhullám, de vízgazdálkodási szempontból nem számottevő a különbség. Jelen pillanatban nincsenek olyan meteorológiai körülmények se itt Magyarországon, se a Duna felső vízgyűjtő területein, hogy jelentősebb mennyiségű változás lehetne a Duna vízállásában, mondta Szilágyi Attila, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság igazgatója. Az elmúlt időszakban itt egy kisebb árhullám vonult le, de most egyébként Szentendén vagyunk, a Szentendei Dunaág, Szentendei Állami Vízmércéje előtt vagyunk ilyen pillanatban. Itt az elmúlt héten, május 21-én tetőzött egy ilyen 348 cm-rel a vízállás, az durván 2 méterrel magasabb volt a jelenleginél, most ilyen pillanatban 138 cm-es vízállást jelzünk. A Duna eddigi legmagasabb jégmentes vízállása 2013. június 9-én volt, akkor 796 cm-t mértek a szakemberek. Magyarországon az első vízügyi feljegyzést 2012-ben végezték árvíz idején, ahol sok ember, állat és épület veszett oda. 1814-ben kezdődött el a Dunán és a Tiszán az állandó vízmércék építése. A Dunán először Pozsonyban és Budán voltak vízmércék. 1886. május 1-én a minisztérium szervezetének részeként megkezdte a munkáját a vízrajzi osztály, amelynek első vezetője akkor egyik szakembere Pécs József lett. A jelenlegi vízmérc, ami régebben nem itt volt, de a város közepében, Szentendében volt egy állami vízmérc, az 1888-ban hozták létre. Akkortól fogtak a pontos mérések Szentendre városában. Ezt a vízmércét hidraulikai okokból gyakorlatilag az alvízi része nagyon feliszaporodott a medernek a balfal felé elmosódása miatt, és ezért telepítettük át 1986-ban, tehát 1986 óta van ezen a vízmércén a pontos észlelés. Na most az elmúlt 20 évvel a Dunán jelentős árhullámok vonultak le, tehát 2002, 2006, 2010, 2013 években. Ez alatt a 2002-es és a 2013-as tetőzés között, tehát 9 év alatt 50 centivel magasabb lett a tetőző vízállás. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a jelenlegi partoldalon durván 1,5-2 méteres víz folyt, mondom, 13-ban, majdnem ezen a napon a vízállás, tehát ezek nyilván fontos dolgok. A vízállás hajózás szempontjából is, és a különböző létesítmények kialakításánál is fontos adatok, és védekezésnél is alapvető információk. Van egy országos vízjelző szolgálata, a mi általunk, vagy az ágazat által mért adatokból, bemondva a külföldi adatokat, előrejelzéseket készít, jelen pillanatban 6 napos előrejelzéseket készítenek. Ezek egyébként most mondhatok ilyet, hogy a www.vízügy.hu honlapon rajta vannak, tehát a szentendei vízállást is a szentendei lakosok bármikor, hogyha rákattintanak el a honlapra, óra pontosan meg tudják nézni, hogy mi a vízállás. Ami sokat problémát szokott okozni az embereknek, hogy ugye most azt mondtam, hogy 138 cm-es a Szentendrei Duna vízállása, de itt a mögöttünk levő mederben a vízmérség az 4-5 méter, és ez a kettő dolog hogy jön össze. Tehát a vízállás nem egyezik meg a vízfolyásnak a felszínének, a fenékének mélységével. Nagyon sok helyen, például itt is a legkisebb észlelt vízállás az mínusz 85 cm volt, az 2018-ban, októberben volt, október 25-én, tehát ez se régen, 3 évvel ezelőtt volt a legkisebb jégmentes vízállás. Tehát meg lehet nézni, hogy ezen a vízmércén a vízjáték több mint 9 méter, tehát közel 9 méteres vízjátéka van a legnagyobb és a legkisebb vízállás között. A vízállásokat úgy alakították ki, hogy 1834-ben volt a Dunán egy nagyon jelentős kisvíz, és ehhez a kisvízhez állították be az összes vízmércének a nullpontját, és viszonyítási alapnak akkor az Adri-tengernek a nullpont síkját vették, tehát mondtunk akkor egy értéket, akkor mindig a méter Adria felett, az azt jelenti, hogy a Adria vízszintje fölött ez abszolút értékben mennyivel volt magasabban, ez durván olyan 94-95 méter között lehetett. 1980-as években Magyarország átállt a balti
tengernek a vízszintjére, az a kronstadti vízmércének a vízállásához alakították át a vízmércéket, a kettő vízmérce között egyébként 67,5 cm eltérés van, így ennek a vízmércének jelenleg a nullpontja az 97,65 méter balti felent. Ez azt jelenti, hogy ha nulla vízállás van, akkor az a balti tenger szintje felett 97 méter 65 centivel magasabban helyezkedik el. De ez a vízálláshoz is közel 3-4 méteres vízmélység található, de majd, hogyha itt lesz egy mérés, akkor pontosan a kollégák megmondják az átlagmélységet, és meg fogják tudni mondani azt, hogy mi volt a legnagyobb mélység. Az 1810-es években már vízsebességmérő műszerrel mértek vízhozamot, ami egy forgó szárnyas készülék volt. A Dunamedret hajóval lefenekezték, kifeszítettek egy zsineget, és annak mentén lemérték a mélységet, majd a forgó szárnyas sebességmérővel lemérték a sebességet, és a kettő szorzata adta meg a vízhozamot. Ez a technika nyilván nagyon fáradtságos volt, mert az egész Dunát teljesen nem tudták keresztbe szétfeszíteni, tehát ez a zsineggel nem tudták kikötni, ezért mindig egy félig lezárták, ami a hajózás szempontjából is fontos volt, mert azért a Duna nemzetközi hajóút. Ekkor a felét megmérték, akkor átmentek a másik felére, és egy ilyen csónakba, főleg középen, egy hajózút közepén ülni, nem csak ilyen szép időben, hanem negatív időben, csapadékosnál 4-5-6 órát, azért nem egy kellemes élés, és biztonságtechnikai szempontból is ez egy veszélyes munka volt. Egy ilyen dunai mérés akkor durván 5-6 órát vett igénybe. Tehát egy vízhozam mérésnek maga a mérés ideje az 5-6 órát vett igénybe, és hát maga utána még ezt kézzel kiszámolni, az még plusz 2-3 óra munka volt. Tehát egy vízhozam mérés gyakorlatilag két napi munkáját egy mérnök csapatnak elvette. Nyilván, ahogy javultak a technikai eszközök, annyira jobb műszerek jöttek be. Először nyilván a politikai hovatartozás miatt szovjet műszereket, GR, Zsevstovszki nevű műszereket használtunk, ezek szintén forgószányos műszerek voltak. Az elve annyi volt, hogy nyilván látott már mindenki szélkakast, hogyha erősebben fúj a szél, akkor a szélkakas gyorsabban forog, ha kevésbé fúj a szél, akkor a szélkakas kevésbé forog, és a szárny meg beáll arra az irányba, ahonnan fúj a szél. A műszerek ezek hasonló elven működnek, tehát megvan adva, hogy a műszer bizonyos számú fordulatot, tehát ott nem is sebességet mértünk, hanem fordulatot, egy fordulatszámot mért bizonyos időben, ez általában akkor 40 másodperc volt. A 40 másodperc alatt megnéztük, hogy mennyit forgott a műszer, és akkor egy hitelesítési görbével, ami meghatározta, hogy ez egy milyen összefüggésekkel működik, meg lehetett határozni az akkori pontszerű sebességet. A rendszerváltást követően nyugati műszerek is beértek az ágazatba, melyek mechanikailag már sokkal fejlettebb eszközök voltak, kevesebb karbantartást igényeltek, és hosszabb ideig is működtek. Egyre több mérés kellett végezni, nagyobb vízfolyások esetében már akkor hajókat alkalmaztunk. Legelső időben kitűző hajókat, ami az ágazatban a hajózási jeleknek a kirakásához, felszedéséhez, biztosításához szükséges. Ezeket a hajókat alakítottuk át olyanná, hogy vízhozam mérésre alkalmasak legyenek, és akkor ezekkel a hajók segítségével már a mérést fel tudtuk gyorsítani, tehát maga az a kifeszítő csörlőket már nem kellett alkalmazni, nem kellett lezárni a hajózó utat, hanem magában a kereszt szelvényben a kitűző hajó egy bizonyos sebességgel átment. Ott már ultrahangos mélységmérőket is alkalmaztak, ami gyakorlatilag a Meliér fenekét pontosan le tudta rakni, mert azért annyit tudni kell, hogy az előző méréseknél általában mindig megvolt az, hogy 10 méterenként kellett függét mélységet mérni, és akkor ezeket így szépen folyamatosan, tehát ez egy közelítő érték volt. Az ultrahangos mélységmérésnél már teljes meder alakot megkapta az ember, tehát megvolt a meder alak, és akkor utána bizonyos függélyekbe 10 pontban elkezdtük kezdeni a méréseket, így a mérési idő egy napról már lecsökkent 4 órára is. Nyilván ez is attól függött, hogy milyen volt a vízállás. Ilyen kisebb, csendes vízállásnál azért viszonylag gyorsabban lehetett átállni, gyorsabban lehetett. Nagyobb hajóforgalomnál, nagyobb sebességnél, esős viszonyok között azért bizonyos esetekben azért ez bonyolultságot okozott, de a mérés ideje ennyi volt, és akkor már számítógépes programok segítségével sikerült, de ezeket az adatok is jegyzőkönyvből be kellett pötyögni egy programba, és akkor azzal ki tudtuk számolni a maga a vízhozam értékeket. Az már egy olyan órás munka volt, tehát a fölgyorsult a dolog. Más kérdés, hogy sokkal több vízhozamot kellett mérni. A mi igazgatóságunk, tehát a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésében a Duna a Szob torkolattól a Dunaföldvári hídig található, ez egy ilyen 150 kilométeres folyószakaszrész. Itt
két havi rendszerességgel nemzetközi mérési ütemternek megfelelően mérünk a Nagy-Dunán Nagymaroson, Vácott, Budapesten, és elvben még Dunaújvárosban. Most néhány helyen kiegészítettük a mérési sorozatot pont azért, mert most már újabb típusú műszerekkel mérünk, de a Szentendrei Dunaágon nem Szentendrén mértünk vízhozamot, hanem Dunabogdányba mértük. Ez pont a Váci vízmércének a azonos szervényében van, tehát hogy a Nagy Dunákban és a Kis Dunákban levő vízhozamnak elben ugyanazt a vízhozamot kellett megadni, amit Nagymaroson, az összefolyás, vagy kifolyás előtt, vagy az összefolyás után Budapesten mértünk. Tehát ez egy ilyen ellenőrző mérés volt. Ahogy a mérés technika fejlődött, és bejöttek ezek a ADCP műszerek, ezek ilyen akusztikus Doppler effektuson mérő műszerek, amelyek már gyakorlatilag egy kónus sugárba hangukat lő a mederbe, és a mederben levő, vagy a vízfolyásban levő hordalékanyagokból visszavágódó hangjelek segítségével cellánként határozza meg a sebességet, és mivel a szervényterületet is folyamatosan méri, ezonnal vízhozamot is kapunk. Tehát most már nem kell úgymond jegyzőkönyvet készíteni, hanem maga a mérés alapján informatikai eszközökkel ez a mérés meg is történik, és azonnal megvan. A Szentendrei vízmércén 2017 óta mérnek vízhozamot két havonta. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai a mérés előtt 580-600 köbméter per szekundum vízhozamot jósoltak. Köbméter per szekundum vízhozamot mértek a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai, így jól becsülték meg a várt eredményt. Maga a vízhozammérés ezzel az eszközzel gyakorlatilag egy óra alatt redukálódott. Tehát most már kibővítve a szelvényeket, hogy nem csak ezeken az általam eddig mért vízhozammérő helyeken mérünk vízhozamot, hanem mérünk itt Szentendén, ezzel szemben a Gödi gázló magasságában is mérünk vízhozamot, majd az Árpád-sziget, vagy a Árpád-híd környezetében is végünk vízhozamot, plusz a régi, a mostani Rákóczi híd fölötti részen van, ami budapesti vízhozammérő, ha kell, akkor Budafokon is mérünk vízhozamot. Ez egyszerűen azért szükséges, mert a vízfolyásnak a teljes lefolyási viszonyait szeretnénk pontosan tudni, és mindenképpen fontos, hogy a Budapesten és itt a Szentendre is várható fejlesztések, árvízvédelmi fejlesztések itt elkészült, például a mobilfal Szentendre város belterületének védelme érdekében, azért pontosabb vízhozam adatokkal rendelkezünk adott esetben, és erre most már technikai eszközök biztosítottak, hogy ez nem kell több hónap, hanem viszonylag nagyon hamar adatokat biztosítani tudunk mindenki számára. A következő időszakkal kapcsolatban Szilágyi Attila, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság igazgatója elmondta, a Duna szempontjából semmilyen jelentősebb esemény nem látható, ami miatt jelentős vízszint emelkedésbe következhetne.